visszatértünk, és már meg is érkezett a stúdióba Don Bosco iskola igazgatója, Molnár Gál Béla. Köszöntöm szeretettel. Szép jó napot kívánok. A témánk elsősorban a 2020-21-es tanév, illetőleg a beiskolázás. Hogyha jól tudom, változások is várhatóak a szakképzésben, a Don Boscóban. Mi vár önökre a jövő évben? Mikor kezdődik a beiratkozás, felvételi, stb. Stb. Ez egy nagyon érdekes kérdés volt, mert ugye a változások az nem csak tőlünk függnek sokszor, hanem ugye most a szakképzési törvény is módosul. És a jogszabályoktól is nagyon sok. Van a jogszabályok is, és a végrehajtási rendelet még nem jött ki. Ugye csak tervezetek vannak még, meg amit a médiából hallunk, tehát az nagyjából már van képünk, hogy mi lesz jövőre. De mi attól függetlenül ugyanúgy tervezünk, tehát hogy az iskolába indítanánk benn. Természetesen a népszerű szakmáinkat indítjuk továbbra is, amely, tehát most a jelenleges hatályos jogszabályok alapján. Ez azt jelenti, hogy a heggesztőket ugye nagyon várjuk, a központi fűtés és gázhálózat szerelőt, akit úgy neveznek a diákok, hogy csőszerelő, tehát a csövesek, szokták így mondani. Így van. A kőműveseket, ugye ezek a népszerű szakmák a fiúknál, illetve a festőt szeretnénk beindítani, mert nagyon nehezen jelentkeznek rá a diákok, pedig nagyon jó szakmának tartjuk a festőszakmát. Azon kívül még van a pék, a cukrász, amíg ugye itt a különböző cégekkel van kapcsolatunk, és ott is vannak gyakorlaton. Szociális gondozók, női szabók, a fodrászok, kisgyermekgondozó és nevelő, könyvkötő, és lehetne tovább sorolni még a szakmákat, de ezek a szakmák most jelen pillanatban, amik az idén is indítottunk, és jövőre is természetesen gondolkozunk, és persze még elfelejtettem mondani a bolti eladót. Esetleg új szakmákba gondolkoznak? Tehát, hogy ilyen értelemben lesz változás a szakképzésben, hogy esetleg újak jelennek meg? Tehát, vagy miben várható a változás? Megváltoztatták az OK-jét, ugye, tehát az OK-jé most az új szakmák, tehát át lett nevezve, például az eladó, az kereskedelmi értékesítő lesz innentől kezdve, vagy a női szabó helyett divatszabó, tehát egy ilyen, lesznek ilyen változások, de ezeknek még a szakmai tartalma még nem jött ki központilag. Azon kívül mi gondolkozunk olyan szakmákban, amit szeretnénk beindítani, már régóta szerettük volna elindítani például a villanyszerelőt, de szeretnénk az ápolót, tehát ugye itt most gondolok a klasszikus ápolóra, aki a kórházban az orvos mellett dolgozik. Sajnos ezek most már inkább hiány szakmák. Ez így igaz. Bár a fiatalok nem így gondolkoznak. Tehát a fiataloknak a jelentkezése alapja, két dolog motiválja őket. Egyszer mi a divat, tehát az osztályban mi terjed el, vagy a baráti körbe. Hát a heggesztő az egy nagyon divat szakma, arra mindig túl jelentkezésünk van. De ilyen volt például az eladó, vagy a cukrász egy adott időben. Ez sok mindentől függ, hogy melyik iskolából honnan jön. Illetve az ösztöndíj rendszer az nagyon meghatározó a diákok esetében, pláne a hátrányos helyzetű családoknál. Mert ahol van ösztöndíj, tehát ugye több ösztöndíjjal is rendelkezhet egy diák, az nagyon meghatározza a szakmai választás, ami nem teljesen tartok helyesnek, mert ugye nem biztos, hogy azért jelentkezik oda, mert szeretne. Ilyen értelemben melyik a legnépszerűbb szakma? Tehát mire jár a legtöbb ösztöndíj? Hát most nézzünk egy példát, ugye amikor bejelentkezik egy szakközépiskolába egy gyermek, akkor hogyha tanulói szerződéssel vesszük fel, akkor attól a cégtől, akinek tanulói szerződéssel rendelkezik, kap egy gyakorlati pénzt. Azon kívül a mindenkori kormány rendeletben meg van határozva, hogy melyik megyében a kiemelt szakmák, ezek a kiemelt szakmák meg plusz elméleti ösztöndíjjal járnak. Ebben az évben ilyen volt például a szociális gondozó, ilyen volt a központi fűtésszerelő, ilyen volt a kőműves, de tavaly például a női szabó volt, a heggesztő volt, ez mindig változik. Jövőre, ha minden igaz, az mi tudomásunk szerint az új törvénytervezetek alapján megszűnik ez a fajta, hogy kiemelt szakma, hanem majdnem minden szakmán, sőt minden szakmán lesz ösztöndíj, tehát a szakképzésben ezt tervezik, hanem teljesítmény alapú lesz. Tehát, hogy a gyereknek a teljesítése alapján, amit én sokkal helyesebbnek tartok, hisz keretszámokkal már így is szabályozzák az iskolákat. Tehát én nem dönthetem el, hogy mennyi gyereket vehetek föl. Ez egy kormányi rendeletben meg van határozva minden iskolának, fenntartón keresztül természetesen, hogy mennyi gyereket vehet fel egy adott szakmára. És ez jövőre hogy alakul egyébként? Tehát összesen hány gyereket tudnak felvenni az iskola pacsolaiba? Hál' Istennek nekünk nagyon jó a keretszám aláírt szerződése a fenntartónak. Tehát szinte azt mondanám, hogy teljes osztályokat tudunk beindítani minden szakmából. Tehát annyit jelent, hogy egy osztályban 28 fő van a szakképzésben, de vannak olyan szakmák, amik népszerűek, mint például a heggesztő, amilyen jóval többet tudunk felvenni. Tehát nem is tudjuk igazából teljesen kihasználni, de azért hál' Istennek nekünk a keretszámaink minden adott szakmára egy osztályra való megvan. Tehát 28 főt fel tudunk venni minden szakmára. Tehát most végig kéne sorolnom, és össze kéne adnom, akkor ez egy hány fő. És általában a jelentkezések alapján ez szokott is sikerülni, igaz? Nem minden szakmánál,
Tehát van, ahol nem érjük el a maximális létszámot. Amit már említettem az elején, hogy a festőt szeretnénk már régóta beindítani, vagy a villanyszeret, vagy az áplót. És valamiért ez nem annyira népszerű. Nem, de ez nem csak nálunk sajnos, tehát itt a környező iskolákban is, hogy én tudom, legalábbis, nem annyira népszerű, vagy nem annyira jelenkeznek, amit említettem az előző okok miatt is, hogy divatszakma, nem értik. Gondolkozunk most egy ilyen fajta tevékenységen, hogy pályorientációs előadásokat tartani az általános iskolában, mert sokszor még az általános iskolában lévő tanárok sincsenek teljesen tisztában, ugye a még szakmák, hogy mit takar. Tehát ugye amikor én azt mondom, hogy épületszerkezet lakatos, amit elfelejtettem felsorolni például az előbb a szakmák közül, mert ilyen szakmánk is van, ezt is képezik. Nem feltétlenül tudják, hogy ez a gyakorlatban. Igen, mert ugye a gyakorlatban például úgy hívják egymást az egyszerűbb emberek, a lakatost, az a heggesztőnek a segédmunkása, ők így nevezik magukat, miközben az épületszerkezet lakatos teljesen más jellegű. Igen, a múlt hónapban novemberben voltak is nyílt napok az iskolában, ezek hogy sikerültek? Milyen érdeklődés fogadta a különböző szakmákat, és ott ez, amiről most beszélgetünk, ez visszajött ez a visszajelzés, hogy igazából sokan azt se tudják, hogy melyik szakma mivel jár a gyakorlatban. Igen, nagyon sokszor. Nekünk speciális a nyílt napunk. Mi meghívjuk a környező általános iskolákat, és mi versenyt rendezünk a nyílt napunkon, ahol nyeremények is vannak, ahol a szakmákon játékosan mutatjuk be a különböző szakmákat, ahol gyakorolhatnak például heggesztő szimulátoron, vagy forraszthatnak a csőszerelőknél, vagy a pékeknél, ott nem tudnak gyúrni, mondjuk, de ilyen ízvilágjátékot játszunk velük, és különböző, hogy az eladóknál ki be volt rendezve egy kis bolt, és akkor ott lehetett vásárolni, eladni, stb. Ilyen dolgokat. Közel 200 gyerek jelent meg, tehát nagyon nagy létszámba jöttek be az általános iskolákból, komplett osztályok, osztályfőnökökkel jöttek el, természetesen mi is több iskolát felhívtunk, és meghívásos alapon meg is hívtunk. Tehát hál' Istennek, mi úgy hívjuk, hogy Domboszkó rózsája nyílt nap, aminek nagy sikere van, tehát szívesen jönnek már, vannak olyan iskolák, akik már évek óta jönnek erre a versenyünkre, amit mi rendezünk meg. Jövő évben a felvételi az mikor lesz, és meddig lehet jelentkezni az iskolába? Tehát az általános iskolák a törvény által jelentkeztetik, ha jól tudom, azt hiszem, hogy február 15 egy általános iskolában addig van jelentkeztetés, de ennek már indult a folyamata amúgy. Tehát októberig minden középiskolának fel kell tölteni azokat a tanulmányi területeket, amit ő meghirdet a következő évre, amiket én is most például felsoroltam szakmákat, ezt minden iskola megteszi. Az általános iskolából jelentkeztetik őket automatikusan. Itt nagyon meghatározó az osztályfőnök véleménye amúgy egy adott iskoláválasztásnál. Ugye a gyerek az dilemázik, hogy melyik iskolába, melyik szakmát, és itt tovább nem tudják még 14 évesen azért még, hogy hova menjenek, itt még szülői és osztályfőnöki ráhatás van. De hát úgy gondolom, ez mindenhol, ez minden szülő tudja. Így van. És utána április környékére derül ki, hogy melyik iskolába vették föl. Hozzánk általában a 8. osztályból minden éven egy olyan 90 főt veszünk fel, csak amit simán az általános iskolákból, akik jelentkeznek hozzánk. Jelentkeznek olyan 200, 150 és 200 között szoktak jelentkezni hozzánk általános iskolákból. Ebből 90-et fel is szoktunk venni, tehát kb. Ilyen kerülnek be hozzánk. A felvételi rendszer nálunk csak orvosi vizsgálatból áll, alkalmasi vizsgálatból áll. Van egy orvosi vizsgálat. Mi alapján döntik el, hogy kiket vesznek föl? Bizonyítvány. Tehát a bizonyítvány alapján, de ez nem csak mi csináljuk, így a többi iskola is, tehát ez egy ilyen általános dolog, ezben nincs semmi különlegesség. Ugye mi az iskoláknak azért azt tudni kell, hogy a küldetése elsősorban a társadalom peremén élők, hátrányos helyzetűeknek a felkarolása, segítése, oktatása, nevelése, illetve a társadalom beillesztése, de ettől függetlenül, amit említettem, már 8. osztályból is elég sokan jelentkeznek hozzánk, és ezen kívül még, a 8. osztály felvételén kívül, ugye még jelentkeznek körül majdnem ugyanennyien későbbiek folyamán, akik vagy tőlünk morzsolódtak le, vagy másik iskolából morzsolódtak le, vagy szeptemberben elhagyják a másik iskolát, itt a környéken lévő iskolákat is, valamilyen oknál fogva is átjönnek hozzánk, és kérik a felvételüket. És erre akkor van lehetőség ezek szerint? Hát ott, ahol még hely van. Sajnos valamikor vannak olyan szakmák, mint a heggesztő, ami beszokott telni, és akkor azt mondjuk, hogy sajnos ott már nincsen hely, ilyen elő szokott fordulni, de akkor választ egy másik szakmát. Általában azt figyeltük meg, hogy a gyerekek többsége, mivel még bizonytalanok, sokszor nem is szakmát, hanem iskolát választanak. Tehát, hogy ide járt a testvérem, ide járt a bátyám, vagy esetleg már az és aztán majd útközben kiderül, hogy végül is milyen szakképesítést szeretnének szerezni. Ugye volt arról szó, hogy hátrányos helyzetű diákokkal foglalkoznak alapvetően, és hát ugye van egy híres módszerük is, ez a Domboszkó módszer, aminek a lényege ugye a büntetés helyett inkább a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Ezt a mindennapokban hogyan képzeljük el? Tehát mennyire más ennek az iskolának a szellemisége, mint egy másik iskolája adott esetben. Érdemesebb lenne diákot megkérdezni, hogy ő hogy éli meg. A diákok úgy szokták ezt
visszajelezni számunkra, akkor én is megkérdezem tőlük, hogy mondd el nekem, hogy miben más, mi pláne, hogy egy másik középiskolából jött át egy másik gyerek, de az általános iskolát is szokták mondani, de az általános iskolában nehéz összehasonlítani, mert ez egy nagy lépés a középiskola, ugye már önállóbbak, vagy sok minden másképp kell csinálni. Ők úgy fogalmazzák meg, hogy családiasabb. Tehát itt a tanároknak az empatikus képessége, a türelme, a hozzáállása, talán még módszertana is, ugye egy picit másabb, mint a többi iskolában. Nem tudom elmondani, ezt igazából azért mondom, hogy a diáknak kell, mert én nem vagyok másik iskolában. Tehát ha itt egy másik iskolában ülne itt egy igazgató, vagy egy tanár, ő is elmondaná a saját értékeiket, és biztos, hogy meg is van ez. De nálunk a Don Bosco módszer, ami három nagyon dolog alapra épít, ez az értelem, adott helyzetben mit csináljak. Ugye van egy konfliktus helyzet az órán, mit teszek? Tekintély alapon fogom és kivágom a gyereket, általában a több iskolában így szokott ez működni. Vagy pedig azt mondom, hogy vizsgáljuk meg, hogy a gyereknek a viselkedése miért. Tehát mi adódott abból, hogy ezt így viselkedik. A mi iskolánk azért rendelkezik főállású gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, van saját fejlesztő pedagógusunk, most úgy januártól lesz saját gyógypedagógusunk, van pszichológusunk, most úgy néz ki most már, hogy az is sikerült, ott vannak a szalézi atyák, akik a lelki gondozást is végzik, tehát mi úgy is hívjuk ezt inkább, hogy formáció. Tehát nem tudjuk megváltoztatni a gyermeket, mert azt, amit hozott a környezetéből, 100%-osan megváltoztatni nem lehet, ahogy ő szocializálódott, hanem formáljuk. Tehát azt mondjuk, mint ahogy magunkat is formálni szoktuk, próbáljuk formálni, és hál' Istennek ennek vannak eredményei. Hosszú évek tapasztalata alapján akkor mondhatjuk azt, hogy ez a módszer ez bevált. Tehát, igen. Hogyha azt nézzük, hogy a diákok akár adott esetben az iskolában hogyan viselkednek, vagy hogyan tudnak felzárkózni, illetőleg később az életben, hogyan tudják a szakmájukban megállni a helyüket. Tehát, hogy ez hatással van ez a fajta nevelés az ő későbbi életükre? Igen, tehát ugye említettem az értelmet, és most van a másik része, ami hatással van még, mert elmondom a három pillér között csak egyet mondtam el. A másik a szeretet, és van a vallásosság, ugye ez a három, és most maradjunk a szeretetnél egy picit. Hogy az a szeretet, egy diákunk visszajött egy másik középiskolába, elvégzett egy szakmát, hozzánk eljött, nálunk, hogy megcsinálta az érettségét. Elment az iskolából, és évekkel később visszajött, hogy ő jelentkezne az ELTÉ-re, már nem emlékszem, hogy milyen szakra, és segítsünk neki ugye a felkészítésben, meg stb. És kérdeztük, hogy miért hozzánk jössz. De miért, most miért, mi a kettő között a különbség a két iskola között, és annyit mondott, hogy mert itt figyeltek rám. Tehát ott is megtanították a szakmát, tehát ezt nem állította, hogy nem. Ott is megtanultam azt, amit ott tanítottak, de itt figyeltek rám, másképp néztek. Óriási különbség. Igen, tehát ez nagyon sokat számít. Hogyha már a szeretetről és a vallásról is esett szó, ugye közeleg a karácsony, az iskola hogyan készül a karácsonyra, lesznek-e külön programok, karácsonyi programok, karácsonyi műsorral esetleg készülnek-e? A vallás adottságunkból természetesen igen. Hát, templomba is fogunk menni majd, tehát a pénteken például, hogy egy ilyen elővételi karácsonyi jellegű liturgiánk lesz, majd abban lesz majd diákoknak műsora is. Természetesen az iskolában nekünk van egy kis adventi templomunk felállítva, tehát ugye most még advent van, mi arra figyelünk, hogy ilyenkor nem karácsonyi pompában van még az iskola, mert még az előkészületű idő van, és nagyon kis, kaptuk ajándékba amúgy ezt az adventi templomot, nagyon szép, egy kis fa templom, amiben van egy lámpa, és van rajta összesen 24 ablak, és négy nagy ablak, ugye advent négy vasárnapja, és a hat nap, négyszer hat, és minden nap lekerül egy ablak róla, egy faablak. És alatta mindig van egy idézet, ami világít, ugye belül a lámpafény, és hogy egyre világosodik ez a kis templom, így is jelképezze például, de ezen kívül természetesen megvannak az osztályfőnöki keretekben, minden éven szoktunk csinálni adventi játszóházat, vagy karácsonyi, vagy egyéb ilyen dolgokat. Most péntek a pénteken az osztályfőnökök veszik át a szerepet például az osztályokban, ki hogy készül a karácsonyra, és így tovább. És utána vonunk át együtt a templomba, ahol közösen ünnepelünk, ahol imádkozunk, és műsor is lesz, és így tovább. Hát akkor kívánom, hogy a karácsony is Don Bosco szellemében teljen, a szeretet, a vallás. És mi voltam a harmadik pillér? A értelem, szeretet, vallás triumvirátusában teljen a karácsony. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Önöknek is nagyon boldog, békés, áldott karácsonyt kívánok, és természetesen boldog új évet munkatársaim nevében is. Ez volt az idei év utolsó Color Live adása. Jövőre 2020-ban ismételten találkozunk. Kellemes ünnepeket, viszontlátásra!